Már 4 hónapja tart az orosz-ukrán háború. Az offenzíva ideje alatt hatalmas károk, veszteségek keletkeztek, és több mint 7,7 millió menekült hagyta el Ukrajnát. Az első csapások Ukrajna katonai infrastruktúrája, katonai repülőterei, légvédelmi létesítményei és egyéb stratégiai célok ellen irányultak. Így az orosz szárazföldi erők fokozatosan behatoltak az ország belseje felé, hogy ostrom alá vonják és meghódítsák a kulcsfontosságú városokat, köztük Kijevet is, melynek védelmi és komoly logisztikai problémákkal kellett megküzdenie. Napjainkban egy közel 1000 kilométeres arcvonalon folynak a küzdelmek. Ebből főként a 450 kilométeres Donbaszi részen közel 10 ukrán dandár bekerítésére törekszik Oroszország. Lépésről lépésre halad előre, folyamatosan foglalja el a falvakat, illetve nagy veszteséget okoz az ukránoknak. Közel 500 fős veszteségük van halottakban, és közel 500 sebesültjük van. A harci technikájuknak közel a felét már elveszítették. Nem véletlen, hogy a nyugati közösséghez fordulnak nehéz fegyverzetért és főleg tüzérségi eszközökért. Azt látjuk, hogy rövidesen Szeverodonyeck el fog esni, és tovább haladnak az orosz erők nyugati irányba. Most arra az ukrán erők parancsot kaptak arra, hogy vonuljanak ki az orosz ostrom alatt álló Szeverodonyeckből. Ezt Luhansk megyei kormányzója jelentette be pénteken, ugyanis, mint mondja, a város gyakorlatilag romhalmazzá vált, a házak 80%-át megsemmisítették. Az ukrán hatóságok felkészültek Szeverodonyeck és Liszicsanszk végleges elvesztésére. A tárgyalásokat folytató szakemberek egyébként már 75%-ban megegyeztek arról, milyen feltételekkel érhetne véget a háború. Várhatóan augusztusban folytatják az egyezkedést. Addig azonban további harcokra lehet számítani a szakember szerint.